Szövetkezet TV. Hanganyag. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Juhász János Zoltán vagyok, és önök most a Miért hagyjuk, hogy így legyen rovatunk újabb adását hallgatják. Mai vendégem, mai beszélgető partnerem Kovács Nemes László, aki a Székelyföldi Független Média Szövetségnek a vezetője. Laci, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és ismét a rendelkezésünkre állsz. Nagyon az Isten, Zoli. Én köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm, köszöntöm a Szövetkezet TV podcast adásának hallgatóit. Laci, így az év vége felé általában a legtöbbünk úgy van, hogy mérleget von. Gondolom ezzel te is így vagy. Kezdjük azzal az első felével, a beszélgetésünk első felében, hogy hát hogy látod, milyen, hogy látjátok ott Székelyföldön azokkal, akikkel beszélgettek, találkoztok, hogy milyen volt ez az év? A kérdés abszolút aktuális, ugyanis tegnap volt egy ilyen évzáró jellegű beszélgetésünk, találkozunk a kollégákkal, barátokkal, akikkel hát tavasz óta tesszük itt a dolgunkat Székelyföldön, és lényegében az egész beszélgetés e körül zajlott, a kérdés körül, amit megfogalmaztál, hogy miért hagyjuk, hogy így legyen. Nem csak, hogy miért hagytuk, ugye, hogy a szó szerint idézzük a klasszikus zenét, hanem miért hagyjuk. Ugyanis az elmúlt féléves munkának a tapasztalata az a következő. Amikor elkezdtük a Covid-dal, a Covid-hoz kapcsolódó törvényekkel kapcsolatos média munkát, sajtómunkát, ennek nyilván az volt az oka, hogy a hivatalos média mind a két oldal, ami Székelyföldön létezik, tehát az RMDS kezében lévő sajtó, illetve a magyar kormány által irányított média, mindkettő egyöntetűen hallgat, torzít, és egyoldalú, ellenőrizhetetlen információkat közöl. Ezzel szemben próbáltuk meg a Független Média Szövetséggel az érem másik oldalát megmutatni az embereknek, mert az emberek nem ostobák, az emberek nem gyerekek, az emberek akkor tudnak dönteni, választani, ha van miből. Amikor csak egyoldalú híreket, információkat közöl, az nem válasz. A teljes műsort a Szövetkezet TV honlapján a hanganyag menüpont alatt találják.